a másik díszpolgári címet Engel Tibor vette át. Engel Tibor egy Mária Terézia korabeli Kompoltra betelepült német családban született 1937-ben. 7 évesen a család egyik fiatal tagjától tanulta és szerette meg a sakkot, mely egész életére hatással volt. A 4. osztály elvégzése után a Káli polgáriskolába járt, majd az államosítás után Kompolton fejezte be az általános iskolát. Az egri tanítóképző elvégzését követően Gyöngyöspatán, majd Tarnamodon tanított. A tanítás mellett matematika, fizika szakot végzett. 1965-ben megnősült, pedagógus feleségével 2 lánygyermeket neveltek fel. Tanári pályafutás alatt Noszfőn és Erdőtelken is dolgozott, ahol igazgatóhelyettes is volt 1975-ig. Ebben az évben telepedett a városunkban és lett Füzesabonyi járási könyvtár igazgatója. Gyermekein és unokáin kívül talán arra a legbüszkébb, hogy az ELTE könyvtár szakán évfolyam elsőként végzett. Az igazgatói munka mellett Zaj Bélával együtt oroszlán részt vállaltak az általános művelődési központok szervezeti modelljének kialakításában. 1987-ben kérték fel az egri megyei könyvtár igazgató helyettesi posztjára, ahol később a különgyűjteményi és a hálózati módszertani osztályt is vezette. 1996-tól 2006-ig volt az intézmény igazgatója. Ez idő alatt több publikáció jelent meg országos szaklapokban, és 1997-ben elkezdődött a könyvtári számítógépes katalógus létrehozása. A megyei könyvtárak közül első között készítettek stratégiai tervet. Engel Tibor 2000 és 2006 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától megyei könyvtári vezető szakfelügyelői feladatra, könyvtári akkreditációs szakbizottsági munkára és különböző országos kuratóriumokban kapott megbízatást. 2003-ban a könyvtár legmagasabb kitüntetését a Színei díjat ígérték neki. 2007-ben átvehette a Heves megyei díjat. Széleskörű szakmai munkája mellett roppant fontosságú társadalmi tevékenysége, hiszen a Heves megyei Sakkszövetség főtitkára volt 2009-ig. Tanítványai eredményesen szerepeltek megyei, országos versenyeken, diákolimpiákon és szereztek bajnoki címeket. A mai napig is aktív vezetője a Füzesabonyi Sakkéletnek. Sporttevékenysége elismeréseként 1995-ben Eszterházy Miksa díjat kapott. Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete Engel Tibor részére Füzesabony Város díszpolgára kitüntető címet adományoz a város érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Azon gondolkoztam, hogy milyen jól összeszedtek sok mindent. Egy dolog azért kimaradt, amit sajnálok, hogy kimaradt. Hogy én 10 évig voltam itt Füzesabonyban könyvtárigazgató. És a 10 év nekem végig az új könyvtár megépítésének a harca volt. Annyi betelepítési rajzot, annyi vázlatot, különböző épületben, új épületben és nem új épületben való dolgokat. És a sors irónája viszont az, hogy ott, amikor már állt a ház, ha még az idősebbek emlékeznek rá, hogy különleges építés volt, csak lábakon állt, tető már rajta volt, és egy öreg bácsi, ahogy én ottan bámészkodtam én is, mondta, hogy hova lesz ez az istáló, vagy mi lesz ebből az istálóból, úgy látszott akkor. És hát akkor mondtam neki, hogy könyvtár, és az iróniája a sorsnak az, és azt nem fejeztem be azt a mondatot, hogy pont akkor mentem el innen a könyvtári funkcióból, amikor a könyvtár már az új könyvtárban tudott működni. Valamiféle leltár készül ilyenkor az ember fejébe, amikor méltatják az ő munkásságát abban a városban, ahol él? Hát természetesen, éppen itthon van a családom, az látszott is, itt voltak, egysorban ültünk, hogy előszedtem ezeket a kitüntetéseket, amiket fel is soroltak itt. Nem mindegyiket, mert mindegyikről valószínűleg nem is tudnak. Például különösen örültem, felsorolták, hogy kaptam egy sport kitüntetést, de hogy azt a belügyminiszter közvetlenül adta rá, szóval arra külön büszke voltam, mert azt nem a
igaz, hogy nem a Fidesz-Abonyi sporttevékenységémért, hanem a Megyei Sportszövetségek Egyesülete elnöke voltam én egy ciklusban, és azért kaptam azt a kitüntetést. Ez úgy kimaradt. De hát ez persze természetes. Én azon csodálkoztam, hogy milyen sok mindent össze tudtak szedni az életemből, és a Fidesz-Abonyi tevékenységemből is. A díszpolgári cím mennyire lesz kedves a sok kitüntetés között? Hát ez a legkedvesebb lesz, azt hiszem. Hát mondjuk, amit ki is emeltek itt a felsorolásba, hogy a könyvtár ügy legrangosabb kitüntetését, amit te, szabad ilyenkor tegezni, ugye? Amit te annak idején akkor készítettél és velem egy riportot, az talán annak örültem nagyon. De hát ez ugyanaz a szint, azt gondolom, hogy ennek ugyanúgy örülök is. Hát már nem gondoltam, hogy még ilyen részesülök, de tényleg nagyon köszönöm az önkormányzatnak, és hát remélem, hogy tényleg rászolgáltam ezt erre a címre.